Több, mint 1500 olyan nő élt Tolna városában, aki az elmúlt 3 évben nem vett részt rákszűrésen. Pedig Magyarországon az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakoribb daganattípus, amely halálos szövődményekkel is járhat. Barna Györgyi házi orvos szerint életeket menthet, ha a nők évente legalább egyszer részt vesznek az egyébként már hosszú évek óta ingyenes vizsgálatokon. Sajnos a 20-30 éves korosztály már érintett, tehát ahogy halad az idő, úgy mindig fiatalabbak lesznek betegek, és a tünetei azok egy jó ideig sajnos teljesen rejtve maradnak. Tehát ha valaki nem jár szűrésre, akkor tényleg előfordulhat az, hogy abban a stádiumban veszik észre, amikor már kifejlődött a rák. A házi orvos azt mondja, az éves vizsgálatok mellett sokat tehetünk azzal, ha beadatjuk magunknak a HPV elleni oltást, amely azon vírusokkal szemben nyújt védelmet, amik a legtöbb esetben méhnyakrákhoz vezethetnek. Az egyébként több 10 000 forintos oltást a 7. osztályos diákok ingyen megkaphatják. Barna Györgyi tapasztalata mégis az, hogy a lányok mindössze 60%-a, aki él a lehetőséggel. Ennek az a jelentősége, hogy 100%-osan bebizonyították, hogy a méhnyakráknak az eredete, a kórokozója, az bizony ez a HPV vírus. Ennek is egy két fajtája, a 16 és 18-as variáns, ami bebizonyított tény, hogy a rák okozója. A betegség akár 10-15 évig is tünetmentesen lehet jelen a szervezetünkben. Azonban a rák jele lehet a gyakori alhasi fájdalom, váladékozás, esetleg fájdalmas szexuális együttlét. Magyarországon évente több, mint 1000 nőnél diagnosztizálják a méhnyakrákot.